Tisztelt elnök úr, tisztelt főtitkárasszony, kedves Diana, hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák! Hát még mindig rendkívüli helyzetben vagyunk, és azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy negyedik hullám lesújtott ránk, vannak kevésbé lesújtó, sőt, jó híreink. A magam részéről most erre szeretnék összpontosítani ebben a vitaindítóban. A világgazdaság új szabályról szeretnék néhány gondolatot megosztani mindenkivel, aki követ bennünket. Ez azt jelenti, hogy nem beszélnék az új világrendről, de új világrend van, és az új világrenden belül alakul egy új világgazdaság. A szabályok részben újak, részben már az internet megjelenésével, tehát 1996-tól kialakulóban vannak. Felgyorsította a 2007-2009 közötti amerikai és európai pénzügyi válság, nem volt akkor eurázsiai, illetve ezen belül ázsiai pénzügyi válság, felgyorsította a görög, majd az eurózóna válsága, és most rendkívül módon felgyorsította a világgazdaság új szabályainak az életbe lépését a járvány. Nagyjából 10 évet ugrott előre a technológiai futurológiával foglalkozók szerint a világgazdaság új szabályainak az életbe lépése. Nem mondom, hogy az járvány pozitív hatása, de a járvány gyorsít, katalizátor. Tisztelt hölgyeim és uraim! A járvány miatt is, és amiatt is, mert egy új világgazdasági rendben, szabályrendszerben élünk, nehéz évtizedünk jön, ezt tudjuk. Na de, Beres Zsombor megmutatta, hogy lehet fantasztikus versenyzéssel, küzdőszellemmel, tudással, hát ez is érmes lenni, és lehet aranyérmes és bronzérmes is lenni, ezt az olimpián bemutattuk a világnak. Ez a viharos tenger, ez a háborgó tenger, nagyjából az évtized, ami előttünk áll. Honnan indulunk? Ahonnan indulunk, az egy igen kedvező helyzet. Ha majd mindjárt összehasonlítjuk a 2008-2009-es magyar válságot, akkor azt látjuk, hogy döntő különbségek vannak, és a kiinduló helyzet adja az egyik döntő különbséget. Akkor egy nagyon leromlott helyzetben indul a magyar gazdaság, és ütődik neki a válságnak, belső és külső válság találkozik össze. Most pedig 10 sikeres év után ért bennünket a csapás, sőt a csapás sorozat. Nézzük, hogy hogyan alakul a világgazdaságban a válságra, ami egy összetett válság, tehát járvány, egészségügyi válság, gazdasági válság, társadalmi válság, lelki, érzelmi, félelmi válság, de nem pénzügyi válság. Szóval hogyan alakul a kilábalás? Látható, hogy először Kína, de az Egyesült Államok is kiváló eredményeket ér el. Az eurózóna és az Európai Unió pedig nem sikeres a válságkezelésben. Tegnap jelent meg az OECD legfrissebb jelentése, amely szerint a világgazdaság kilábalt a válságból, elérte a 2019 évvégi szintjét, ahogy mi is. Mi most a világgazdaság fő áramlatával együtt haladunk, de az eurózóna és az Európai Unió nem, amelynek az okait talán majd mindjárt látjuk. Van egy nagyon kellemetlen és új mellékhatása a válságnak, és a válságból történő gyors kilábalásnak megjelent újból az infláció. Az infláció közellenség, a jegybankoknak kötelező harcolni ellene, mi is megkezdtük a harcot az infláció kordában tartására, de ez nem magyar jelenség, még csak nem is európai, az egész világon minél gyorsabb a kilábalás üteme, annál gyorsabb az infláció üteme. Ez minden egyes eddigi válságból történő kilábalás közös vonása. Vannak okok, amelyek az infláció megjelenését, illetőleg gyorsulását okozza, az energiás nyersanyagárak,
bizony szakadoznak az ellátási láncok, a globális likviditás, a pénz mennyisége a világban, és gyakorlatilag minden egyes országban több, mint bőséges, és persze a zöld átmenetet oly annyira követelő klímaváltozás hatása is megjelennek az infláció megugrásában. A válságkezelés hatására a világon mindenhol megugrottak az államadósságok. Az államadósságok a deficitek, költségvetési deficitek nyomán ugranak meg, annak ellenére, hogy a jegybankok, a világ jegybankjai, kivétel nélkül mindenki, erőteljesen részt vettek a válság kezelésében. Az is látható, hogy az Európai Unión belül a válság kezelés szempontjából hát ketté vált a mezőny. Van 10-11, kicsit, hogyha még egy-két majdnem a vonalat már elér országot is beszámítom, akkor 12-13 olyan ország az Európai Unión belül, nagyjából tehát a fele, ahol elértük a második fél év végén a 2019 év végi brutazai termékszintet. Magyarország az üdítő 10. helyen áll, és ez azért nagyon jó helyezés, mert 2020-ban még a 15.-16. helyen voltunk. Tehát a második félidőben, 2021-ben, és még helyre van, vagy még hátra van néhány hónap, 2021-ben behoztuk a 2020-ban elveszített idő egy részét, és 15.-16. helyről a 10. helyre jöttünk fel a második negyed év végén ebben az évben. Ez egy jó helyezés, ez azt gondolom, hogy látható, hogy az Európai Uniónak vannak olyan meghatározó országai, Németország, Franciaország, Olaszország, ahol nem sikerült helyreállítani a második negyed év végére a végén a 2019 év végi gazdasági szintet. Ez nem hatékony válságkezelést mutat szemben azok az országokkal, és mi is ide tartozunk, akik már helyreállították a korábbi szintet. Nagyon jellemző, és valójában bizakodásra ad okot az, hogy a múltkori válságot, tehát az amerikai-európai pénzügyi válságot, ami 2007-2009 között csapott le, de valójában Magyarországon 2008 őszén jelent meg, és a 2009-es évben jelentkezett a hatása. Nos, akkor az 6,5 évet igényelt, hogy annak a hatását kinőjük, visszahozzuk a korábbi 2008-as fejlettségi szintünket és egyfőres brutto hazai termékszintünket. Most másfél évben sem tellett, ha összeadnánk, akkor nagyjából 15 hónap alatt kinőttük a járvány és a járvány által kiváltott gazdasági válság hatásait. Nagyon gyors V-alakú helyreállítást hajtott végre Magyarország. És persze azok is, a többi 9 ország, amelyek már elérték a 2019 évvégi szintet. Nem sikerült egy év alatt a V-alakú felpattanás. Ezt vártuk, de azt is mondtuk, a jegybank szakértői azt is mondták, hogy ha nem jön még egy hullám, és hogyha az állami beruházások megugranak, gyorsan elindulnak, akkor talán lehetséges lett volna 2020 végére felpattani. Több ok miatt nem volt lehetséges, de másfél év, kevesebb, mint másfél év alatt Magyarország egy V-alakú helyreállítással elérte a válság előtti fejlettségi szintjét, illetőleg bruttó hazai termék szintjét. Hogyan lehetséges ez? Az egyik titok, hogy Magyarország Európa bajnok volt a válság alatt a hitelezésben. A 16,6%-os hitelbővülés, ami a háztartási, családi és üzleti szektor hiteleit jelenti,
az európai bajnoki szintet ért, és valójában a magyar válságkezelés hitelezés központú volt, kiegészítette a beruházás központú válságkezelés, és a hitelnek Széchenyi óta aztán végképp tudjuk, van egy meghatározó tulajdonsága. A hitel valójában a bizalom megjelenése. A magyar válságkezelés azon keresztül, hogy hitelközpontú volt, az azt jelenti, hogy bizalom, bizalmi tőkén alapult a válságkezelés. Amikor majd mindjárt látjuk, hogy az üzleti szektor, ezen belül a mikro, kis és középvállalatok milyen mértékben éltek, például az NHP hajrá lehetőségeivel, akkor ott egyértelműen azt látjuk, hogy aki nem bízik abban, és ilyen az eurozóna országának egy része, nem bízik abban, hogy holnap jobb lesz, hogy a járványkezelés sikeres lesz, az nem vesz fel hitelt. Aki viszont bízik abban, hogy a saját országa, például az elmúlt 10 év sikerei alapján képes kikeveredni ebből a válságból, az felvesz hitelt. Az tehát, hogy mi Európa bajnokok voltunk a magánszektor hitelállományának bővülésében, az azt jelenti, hogy európai bajnokok voltunk a bizalmi tőke megmaradásában, sőt, gyarapodásában. Tisztelt elnökség, megérkeztünk a Magyar Nemzeti Bankhoz. Ha hitel és pénz, akkor szükségképpen a jegybank programjait érdemes megnézni. Itt azt látjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank több mint 10 000 milliárd forintot bocsátott Magyarország rendelkezésére, a válság kezelésére. Ha ennek a szerkezetét megnézzük, akkor világossá válik, hogy több szólamon, több hangszerrel játszottunk, minden, szinte minden elem pontosan célzott. Voltak olyan elemek, amelyek a célzás célzását jelentették, például az NHP hajrá esetében céloztunk a forgóeszközhiteleken keresztül a bérek forrására, tehát a bér szint és a munkavállalói állomány megtartására vették fel valójában a legtöbb hitelt a mikro, kis és középvállalatok, és ez megint a bizalom, hiszen azért tartották meg a munkaerőt, mert bíztak a jövőben, és azért vettek fel hitelt, mert bíztak abban, hogy a cégük a következő években visszanyeri az erejét, és visszanyeri a korábbi árbevételét és profitját. Minden eszköz sikeres volt. Szeretném kiemelni az NHP hajrát. És itt megállok egy pillanatra, és fellebbentem a fátylat, ha megengedik, az NHP hajrá születési körülményéről, mikor sírt fel a csecsemő. Nos, mikor a Nemzetgazdasági Minisztérium vezetése megtudta, hogy hát a miniszter, de ez azt jelentette, hogy a vezetők jelentős része átmegy a Magyar Nemzeti Bankba, akkor elkezdtük törni a fejünket, hogy hát igen, megérkezünk és mit teszünk. Azt tudtuk, kiváló szakemberekkel fogunk együtt dolgozni, de azt is tudtuk, hogy a jegybank az egy, hát most finoman szólva, egy lelakatolt aranybánya, tehát nem úgy működik, ahogy kellene működnie. És ahogy közeledett a március, találtunk egy kis kávéházat, annak kiválasztottuk a leghomályosabb sarkát, és ott 5-6-an kidolgoztuk azt a programot, aminek a nevét is már megtaláltuk, növekedési hitelprogram, amely egy célzott gazdaságélénkítő program volt. És rögtön az elején mondtuk, hogy nulla kamatozású hitelt kell adni a bankrendszernek, a bankrendszert kell használni, a bankrendszer a legnagyobb szövetségesünk. Rögtön mondtuk, hogy 2,5%-nál nem lehet magasabb a kihelyezett hitelek kamata. Azonnal világos volt, hogy célozni kell, mikro, kis és középvállalatoknak kell adni a hitelt. És a többi feltétel is, a kardinális, alapvető feltételek világosak voltak. Bementünk a jegybankba, és ott kiváló szakemberekkel találkoztunk, és föltettem nekik a kérdést, hogy hogyan működik majd ez. Azonnal hoztak egy programot, mert megtaláltuk azonnal a Bank of England Funding for Lending Scheme programját, ami ugyan más
jellegű volt, meg máshogy működött, de tudtuk Brüsszelben és Frankfurtban azt mondani, hogy nekünk van egy precedensünk. Magyarország, amikor bajba került 2020-21-ben, és még mindig bajban vagyunk, mert itt van a járvány velünk, képes volt élni egy olyan eszközzel, amit egy másik bajra találtunk fel. Hiszen amikor az NHP-t bevezettük, a növekedési hitelprogramot bevezettük 2013. júniusában, akkor már 4 éve 5 és 10% között csökkent a mikro-, kis- és középvállalati szektor hitelállománya. Credit crunch volt, hitelkiszáradás volt. Arra tökéletes fegyver volt az NHP, és lám, egy jó eszköz, egy jó megoldás, egy okos program, jó szövetségesekkel, ez volt a bankrendszer és az üzleti szektor, egy másfajta bajban, egy másfajta válságban, mint a mai, ugyanolyan sikeres volt. Az összes többi programra ezt tudom mondani, és hogyha azt a költői kérdést kell föltenni, már pedig föl kell tenni, hogy mi az egyik, vagy mik a legnagyobb különbségek a 2008-2009-es válságkezelés és a mostani válságkezelés között, akkor az első helyen biztos, hogy azt kell mondani, hogy a kiinduló helyzet tökéletesen más. Most egy jó ország, jó gazdaságának, kitűnő állapotban lévő gazdaságának a gondjait kellett orvosolni. Akkor pedig egy nagyon rossz induló helyzet volt. De a másik különbség az, hogy akkor nem tudtuk megnyitni a jegybank mérlegét a válságkezelésre. Hát gondoljuk csak el, hogy mennyit ért volna akár 1000 milliárd, akár 2, akár 5000 milliárd forint 2010-11-12-ben az akkori válságkezelésnél. De az akkori jegybank nem volt olyan helyzetben, semmilyen szempontból, hogy megnyithatta volna a mérlegét. Először kellett hozzá egyébként a költségvetési konszolidáció. A 7%-os alapkamat az nem kellett hozzá. A döntő különbségek között második helyen ezüstérmes az a helyzet, hogy a magyar központi bank, a magyar jegybank képes volt megnyitni a mérlegét, és megtaláltuk azokat a célzott eszközöket, amelyek nem egy QE-val, nem egy pénzmennyiség gazdaságra zúdításával, hanem célzásokkal volt képes kezelni a válságot. Tisztelt elnökség! Óriási eredménynek tartom, hogy míg a korábbi 2008-2009-es válságkezelésben tovább csökkent a foglalkoztatási szint, 200 000 munkahely tűnt el, addig most valamennyivel, 50 000 körül, 50-100 000 munkahely szűnt meg átmenetileg, de újból elértük ennek az évnek a másik negyedévének a végére a korábbi nagyon kedvező foglalkoztatási szintet. Ez megint egy döntő különbség a két válságkezelésben. És emögött is a bizalom áll. Olyan munkahelyet egyetlen vállalkozó sem képes megtartani, vagy utána visszaépíteni, ahol nem bíznak a jövőjükben. A bizalmi tőke a foglalkoztatási szint megőrzésének, sőt, bővülésének az igazi háttere. Innen indulunk. Milyen lesz az új világrend, gazdasági szabályrendszere, milyenek az új trendek? Hát mondjuk ki a 4 fő, nem is autópálya ez talán, mert ott sok a beton, ezek ilyen ösvények, amelyek visznek a jövőbe. Digitális, zöld, kreatív és Eurázsia felemelkedését hozza. Hogyha egy fúziós térképet rátesszük a trendeket, akkor nagyjából ez látszik 2030-ig. És itt újból érdemes rögzíteni, hogy a válság, az összetett válság minden jövőbe mutató trendet felgyorsított. Felgyorsította elsősorban a digitalizációs és technológiaváltási trendeket. De persze felgyorsította a tudás tőke
felhalmozásának a trendjeit. Más tudástőke alakul ki ebben a szakaszban, mint volt korábban. És a tehetségek hasznosítását is felgyorsítja. Egy 10 évet ugrott a világ kényszerűen a válság hatására. Új megatrendek is születnek, minden ilyen paradigmaváltás-szerű gazdasági korszakban természetesen új megatrendek születnek. Mi itt 12 megatrendet fogalmaztunk meg, és mindegyik valamilyen első csiraként jelen volt 1995-96, majd aztán 2008-2009 után a világgazdaságban, de most felgyorsult. Minden megatrend megalett a korábbi esetleg mikrotrendből, és minden gyorsabb lett, erősebb lett, és nagyobb hatást kelt. Ilyen természetesen a digitalizáció és az érintésmentes gazdaság. Ilyen a pénzforradalma. Most már alig van olyan jegybank a világon, ahol ne gondolkodnának a digitális jegybanki pénz bevezetésén. Természetesen a zöld gazdaságra történő átállás egy furcsa, divat gondolatként is értékelt valamiből, vezető gondolattá vált helyesen. A platformok és az adatalapú gazdaság is megerősödnek. Egy regionalizációs trend erősödik. Új világrend alakul ki, és az új világrend és az új világ gazdasági szabályrendszer állandó kölcsönhatásban van. Mind a kettő, még nem tudjuk, hogy csak pozitív hatással vannak egymásra, vagy erős negatív hatással is, például az ellátási és termelési láncok szétszakadása lehet ilyen. Nos, de bizonyosan felgyorsult az új világrend kialakulása. A technológiai vállalatok, maga a technológia nagyon sokat nyertek a válsággal. A szolgáltatások egy új szakaszba kerültek, a személyestől, a közvetlentől a közvetett szakaszba. Az otthonunk nem csupán kedvesebb lett, meg biztonságosabb lett, de a munka és a munkával kapcsolatos összes tevékenység, például a tanulás, tudásbővítés szempontjából döntővé vált. A biztonság minden formája, az egészségügyi biztonság, de például a pénzügyi egyensúly, az egyensúly, vagy a piaci egyensúly, ami tehát a kereset-kínálat közötti egyensúlyt jelenti, tehát az infláció megfékezését, nos az is felértékelődött. Minden, ami biztonság, felértékelődött. Az egészséges életmód szerencsére óriási módon felértékelődik. Teljesen világossá válik, hogy ott sújt a baj jobban, ahol az egészség már valamilyen módon sérült. És természetesen a munkavilága is teljes mértékben átalakul. Digitális az új gazdasági világrend és az új szabályrendszer. Valóban eljött a robotok gyorsul ütemű bevezetése a világon, zöld forradalom zajlik. Azt gondolom, hogy mindenki érzi, hogy az a régi mondat, hogy a közvetítő halott, és közvetlen kapcsolatok jönnek, mennyiben új protestáns a kor, ugye? Tehát a közvetítők kiesnek. Nos, ez nagyon nagy mértékben elterjed a gazdaság összes területén, a kereskedelemtől valójában minden gazdasági területig. Változnak a fogyasztói szokásaink, azt gondolom, hogy minden, ami egészséges termékszolgáltatás előtérbe kerül, minden biztonságos fogyasztás előtérbe került, és ez robban még a jövőben. Digitális pénzforradalom zajlik, ami döbbenetes gyorsággal megy előre, és persze a nagy adatok kora, a nagy adatbankok, az információból adattá való alakítás kora is eljött. Adatalapúvá válik a gazdaság, Magyarország itt nem áll jól, Magyarországon az adatvagyon, a közösségi adatok
vagyonának használta nagyon alacsony szinten van, az egyik utolsó helyen tanyázunk egyelőre az Európai Unióban, akik sikeresek az első 3-4-5 helyen tanyáznak. Itt adatforradalomra vagy reformra van szükség, amihez az állam a kormány programja kell, és természetesen a jegybank, pénzügyrendszer partner lesz minden egyes ilyen kormányzati kezdeményezésben. A pénzügyi innovációk felgyorsulnak. Mi pénzforradalomról is beszélünk a jegybankban, ami mindenképpen azt jelenti, hogy az államok, az állama mindig jelenti a kormányt, az önkormányzatokat és a jegybankot. De persze egy sor más állami intézményt is. Megnő az állam jelenléte. Tehát nem a magánpénzek kora jött el, hanem egy forradalmian átalakuló, a technológiák által forradalmasított pénzvilágban erősebb lesz az állam szerepe. Ez Kínában látható, azt gondolom, hogy nem látható, de folyik a nyugati világban is. És ahogy az állam szerepe és hatékonyabb működése is követelményé vált ebben az új korszakban, például a válságok hatására, így a pénzforradalomban is az állam érdeke, tehát a közérdeke meghatározó lesz. A pénzhez való hozzáférés döntő lesz, minél többen, minél könnyebben, olcsóbban, gyorsabban és biztonságosan férjenek hozzá, például hitelhez, de mindenfajta pénzügyi forráshoz. Az országok valójában ketté válnak, vannak a határozott döntésekre képes országok és jegybankok, és vannak a kevésbé gyorsan döntő országok. Úgy, ahogy a válságban, a járvány kezelésében, úgy a pénzforradalomban is az győz, aki határozott, képes a kemény, nehéz döntéseket meghozni, és mindez gyorsan teszi. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hibrid pénzügyi rendszerek jönnek létre, ezt az autóiparban láttuk, majd most már látjuk az élőmunka és a robot házasságánál, a feldolgozóiparok jelentős részében, de ugyanígy van ez a pénzügyi rendszerben is. Hogyha megnézzük ennek az elemeit, akkor a pénzteremtés új formái jönnek, előtérbe kerül a versenyképesség, a hitel, hitelösztönzés, általában tőke, tőkeáramlás és átalakuló bankrendszert látunk magunk előtt 2030-ig, de bankrendszert látunk magunk előtt 2030-ig. Ez azért fontos, mert a hibrid pénzügyi rendszer azt jelenti, hogy a meglévő pénzügyi rendszer megmarad, csak átalakul, gyorsul, és mellé épül, vele összeépül, fúzionál egy új technológián alapú új pénzügyi rendszer. A digitális fizetések felgyorsulnak, mi magyarok az élbolyban vagyunk az azonnali fizetési rendszerrel, sőt, egészen különleges helyzetben vagyunk, mert itt az egész gazdaság, az egész pénzügyi rendszer állt át egy központi akarattal, tehát a jegybank mondjuk így kérésére, az azonnali fizetési rendszerre. Máshol ez több gondot okoz, mert megpróbálták önkéntessé tenni. Hát ez, ebben az esetben jobb volt a központi szabályozás. Az online értékesítésben mindannyian valamilyen módon részt veszünk. Ha megnézzük, hogy mekkorát ugrott most válságban, 2020-21-ben az online értékesítés Magyarországon, akkor itt bizonyosan elmondhatjuk, hogy legalább 10 évet hoztunk be egy-másfél év alatt. Nagyon el volt maradva Magyarország az online értékesítésben, és nézzük meg, hogy milyen dinamikát értünk el. Az első háromban vagyunk, de ez nem a vége, ez a kezdete az online kereskedelemnek. Azt gondolom, hogy az is világos, hogy a tech vállalatok, a big tech, a technológiai cégek, hát az amerikai és a kínai technológiai cégek, nem csupán a válság nyertesei, például az Egyesült Államokban az 5 legnagyobb technológiai cég a válság első hónapjaiban 2 trillió dollárral növelte a vagyonát, a tőzsdei értékét. Hát ez megy tovább, akinek
erős technológiája van, az nyer, aki közepes technológiával próbálkozik, az kiesik. A technológiai forradalom mondjuk első három helyén a software, hardware, chipgyártás áll, de jön itt még sok minden más is. Tehát az artificial intelligence, a mesterséges intelligencia, a kiterjesztett valóság, a cyber, a kvantum technológiák, a deep water technológiák, tehát a mélytengeri technológiák, és hát más katonai technológiák, amelyeket szerencsére egy közvadász nem ért. De az világos, hogy az nyer, aki vagy képes maga a leghatékonyabb új technológiákat kifejleszteni, vagy gyorsan megkapja őket. És ezért kitűnő a magyar gazdasági stratégia, és az ezt végrehajtó külgazdaság és külkeső minisztériumnak a stratégiája, hogy a világból, most elsősorban Ázsiából és Amerikából megszerezzük a legfejlettebb technológiát. Azt gondolom, hogy az nyer, teljesen világos a válság egyik következményeképpen, hogy az nyer, aki az új technológiát a feldolgozóiparban és az élet minden területén használja. A robotizáció először a feldolgozóiparban terjedt el, a világ robotainak több mint a fele a feldolgozóiparban, ezen az autóiparban működik, de villám gyorsan átterjed az élet minden részére. Valójában egy hibrid gazdaság jön létre, az élő munka és a robot, meg majd a mesterség és intelligencia hibrid fúziós gazdasága. Itt is az nyer, aki az élet minden területen legalább kipróbálja a robottechnikát. Az otthonunkban kerülnek a tevékenységek, gyermekeinkkel különböző torná és joga mutatványokat fogunk végezni, kenyeret sütünk, otthon termelünk, de mondjuk ez a játékos megközelítése annak, hogy az otthon egy fúziós tér lesz, amelybe a családi élet, a munka, a tudás, tanulás, felhalmozás és sok minden más koncentrálódik. Ezért is fontos a Zöld Otthon program sikere. Azt gondolom, hogy világos mindenki előtt, hogy közösségi és platform alakú gazdaság alakul ki. Jönnek a megosztások. A sharing economy, a megosztásra alakuló gazdaság az néhány helyen úgy tűnt, hogy megtorpan, nem. A gazdasági, járványügyi, társadalmi válságok fölgyorsítják a megosztáson alapuló gazdaságot. És ez követelmény a zöld átmenet felől, a fenntartható gazdaság felől, de követelmény a fenntartható társadalom felől is. Hiszen a válság egyik társadalmi hatása, hogy bizony szétszaladtak a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek. A társadalmi egyensúly és stabilitás pedig nélkülözhetetlen bármilyen gazdasági teljesítményhez. A sharing economy, a megosztáson alapuló gazdaság egy olyan válasz a vagyon és jövedelmi különbségek szétterjedésére, ami a technológia segítségét hozza a kormányzatoknak és az államnak és a társadalomnak, mert ahogy most az interneten keresztül majdnem, hogy ingyen hozzáférünk a világ tudásához, és hát nem mindegy, hogy kinek milyen fizetésből, milyen jövedelmből kell fizetnie a mégis jelenlévő internet használati költségeket, de azért ahhoz képest, amit kapunk, a költség minimális, hiszen a gazdasági alapvető erőforrásainak az ára tart a zéró felé. Ez az információnál, a pénznél és az energiánál, ha reál árat és reál értéket nézek, akkor teljesen világos. És ez a sharing economy-ban, a megosztáson alapuló gazdaságban adja számunkra az ajánlatokat egy olcsóbb, jobb, gyorsabb, könnyebben hozzáférhető élethez. Zöld az új világgazdasági szabály, zöld és zöld átmenet. A zöldet azért is mondjuk, mert zöld, de azért is mondjuk, mert a fenntarthatóságnak a kulcsszava. Fenntarthatóvá kell tenni
a jövő gazdaságát és társadalmát, kormányzatát, jegybankját és mindent. Én azt gondolom, hogy egy világosan tetten érhető trend ma, hogy a válság hatására is legalább 10 évet ugrott a zöld gondolat, a fenntarthatóság gondolata. Jelen pillanatban ez még nem látszik a fejlett világ államadóság szintjén és költségvetés hiányán, de villámgyorsan, néhány éven belül visszaállnak arra a gondolkodásra, hogy számítanak a pénzügyi egyensúlyok. De ugyanígy számít a zöld átmenet az energiarendszerben, a járműiparban, a pénzügyi rendszerben és minden más területen. A magyar lehetőségek nagyjából ugyanolyak, mint a világ lehetőségei. Beruházásokon keresztül lehet végrehajtani a zöld átmenetet és gyorsítani. Be kell vonni az új technológiákat. Új munkahelyeket teremtenek a fenntartható megoldások. Ehhez kell is, meg eredményez is egy egészségesebb, egészséges életmódra áttérő társadalmat, és persze a pénzügyi innovációk terén is óriási a zöld lehetőség, például a zöld otthon hitel keretei között. De persze a kihívások is nagyok. Én azt gondolom, hogy Magyarországon jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy az összes lehetőséget egyre dinamikusabban megragadjuk, és a kihívásokat pedig kezelni tudjuk, mert az átállás ezen a területen is, ahogy a többi járvány utáni megatrend esetében is, valójában a határozott döntésektől függ. Ha az állam képes utat mutatni, nem kellenek ez nemzetgazdasági tervek, ha az állam képes utat mutatni és a legfontosabb döntéseket meghozni, akkor úgy, ahogy a járványkezelésnél, vagy a gazdasági válságkezelésénél jó helyzetbe lehet kerülni. Tehát azt gondolom, hogy a lehetőségek megragadása az első. A Magyar Nemzeti Bank, ahogy ezt gondolom, hogy sokan érzékelik, a jegybankok világában az egyik első, több esetben a legelső a zöld átmenet szorgalmazásában, sőt, finanszírozásában megkaptuk az Európai Központi Bank engedélyével, a Magyar Parlament döntésével a zöld mandátumot, ezzel élünk. Az első jegybank a világon, a Magyar Nemzeti Bank, amelyik zöld mandátummal él a zöld átmenet gyorsításának lehetőségével, és a zöld programunk kiterjed a tőkepiacokra, a bankrendszer egészére, sokszor láthatatlan, de hatékony kicsi eszközökkel szorgalmazzuk, vagy ösztönözzük a bankrendszert a zöld átmenetre, az ingatlan piacra, és a Magyar Nemzeti Bank saját lábnyomát pedig semlegesíti. Tehát te magad légy a változás, mondták többen. Jön mindjárt egy indiai professzor, főként indiai nagy gondolkodók és bölcselők. Igen, a Magyar Nemzeti Bank maga a változás, és ezt szorgalmazzuk, ösztönözzük a teljes pénzügyi rendszerben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kreatív az új világgazdaság, kreatív szabályrendszer, és a kreativitás felé visző szabályrendszer érvényesül. Kopácsi Sándortól tanultuk, sokat tanultunk tőle, de például azt tanultuk tőle, hogy nagyon fontos a tehetség, a tudás, a tőke. Ő még a természetet tette hozzá, mi egy kicsit kibővítettük, és azt mondtuk, hogy ez a 4T gazdaság, ahol a technológiának is nagyon fontos szerepe. Valójában a 4
hogy kétszer két tényező fúziója történik. És ezt a fúziót gyorsította fel ez a járvány. Korábban is persze összekapcsolódott tudás, tehetség, technológiai tőke, de most aki nem kapcsolja össze őket, és nincs fúzió a négy között, az nem nyerhet. És aki ezt a négy tényezős fúziót nem használja a zöld átmenetre, az is veszít. És aki nem használja a fenntartható társadalom megteremtésére, az is veszít. Lesznek nyertesek és vesztesek. Teljesen világos, hogy az nyer, ország, város, cég, család, ahol a gépeket és platformokat megtanulják közösen használni. Ez egy hibrid, még egyszer hibrid világ, hibrid gazdaság, ahol az élő munka és a technológia nem csupán egymás mellett van, hanem egymás nélkül nincs. Egymással fúzionál. Felértékelődik mindenben a kreatív ipar szerepe, most éppen a globális zenevilág, vagy Netflix-től az összes többi nagy streaming vállalkozásig mutatja ezt a felértékelődést, ami persze az otthonhoz is csatlakozik, a szabadidőhöz is kapcsolódik, de ez is egy olyan változás, ami a kreatív ipar felértékelődése irányába visz. Minden felértékelődik, amiben már a gondolatban is, utána pedig a termékben vagy szolgáltatásban is tehetség van. Mert a kreativitás az tehetség. És tudás van, mert az kreativitás az tudás is. Technológia van, és természetesen ott van a zöld átmenet és a fenntarthatósági átmenet. A magas beruházási ráta szükséges, sine qua non követelménye az új világgazdasági rendszernek, szabálygyűjteménynek, és itt pedig emelni kell Magyarországon az úgynevezett immateriális javakba történő befektetést. Hát ez a szellemi tőke, a tehetség, a tudás. Tehát az nyer, aki a beruházásokon belül felértékeli a tudást, a szellemi jószágokat, és a kreativitást és a tehetséget. A munkavégzés módja átalakul, ezt látjuk, részt veszünk benne. Az is világos, hogy az egészség és az egészséges életmód felértékelődik. Engedjenek meg egy személyes megjegyzést. A magyar, sikeres magyar felzárkózás, a fenntartható felzárkózás jelenleg legnagyobb akadálya a magyar társadalom egészségi állapota. De főként a felfogásunk saját egészségünkről. Tehát egy egészséges gondolkodásra, vagy az egészségközpontú gondolkodás és életmódra való átállás, amit egyébként rendkívüli módon felgyorsított a járvány. Ez nélkülözhetetlen Magyarország sikeréhez. Nem egyszerűen egy olyan dolog, hogy majd egészségesebbek leszünk, meg máshogy gondolkodunk, ha gazdagok leszünk. Nem, akkor leszünk gazdagok, ha máshogy gondolkodunk az egészségünkről. Tehát egy egészen más egészségiparra van szükségünk, és az egészség felértékelésére. Eurázsia felemelkedésének a szakaszában vagyunk. Ez persze az új világrend talán legnagyobb ütközőzónája. Mégis, ha a gazdasági szabályokat nézzük, világos, hogy az Egyesült Államok és Kína két nagy szereplő. Ha Kínánál oda tesszük, hogy 1,4 milliárd ember, akkor azt is kimondjuk ezzel, hogy Kína még nem fejlett ország. Kína fejlődő ország. Kína még nagyon sok területen szegény ország. Így tehát a kettő versenye az egyenlőre a Dávid és Góliát versenyhez hasonlít, de minden esetre egy kettős világrenden alapuló új szakasza jön a geopolitikának is, és természetesen a világgazdaságnak is. Összekötődik Kínából kiindulva Eurázsia, mint kontinens. 40 ezer évvel ezelőtt egy egységes kontinens volt a zene, kereskedelem, vallások tekintetében. Most egy egységesülés felé haladunk, ez egy hosszú folyamat lesz.
Európa bajban van, erre mondják az amerikaiak, hogy többszörösen is. Európa bajban van, mert nem tud dönteni, határozatlan, szétforgácsolt, és végül is birodalmat szeretne építeni, de erre egyáltalán nem alkalmas. És az, hogy Európa mennyire van bajban, az a technológiai, az óriás globális technológiai cégek piacán történő alárendelt szerepén látszik talán a legjobban. Európa jelenleg, reméljük ez változik, a technológiai verseny vesztese. Ezért az egyetlen és kitűnő magyar stratégia, hogy ha nem tudunk Európában importálni, Európából importálni fejlett technológiát, vagy csak kevesebbet, akkor bizony nézzük meg Ázsiát és Amerikát. A világ kereskedelem pályája más lesz, már megtört 2009-ben. Egy kiváló elemzés szerint a súlytalan, tehát az anyag nélküli globalizáció kora jön el, ami hát a gondolatok, információk, adatok, szellemi termékek globalizációt jelenti, de az a globalizáció, ami jellemezte a korábbi világrendet és a korábbi világgazdaságot, annak vége. A biztonság felértékelődik, így tulajdonképpen a profit központú működés részben átállunk a biztonság központú működésre. És ehhez pedig egy új közgazdasági elméletre is szükség van, új közgazdasági gondolkodásra is szükség van. Mi azt mondjuk a jegybankban, hogy új közgazdasági elméleti reformra van szükség, új paradigmára. Erről majd a közeljövőben még sok szó lesz, külön kötetet jelentetünk meg. De az világos, hogy akkor tudjuk felgyorsítani ezeket az átmeneteket, ha a gondolkodásunk megváltozik, mert kezdetben vala az ige, tehát minden a szellemmel és a gondolattal kezdődik, abból lép elő a valóság. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Magyarország egy sikeres 10 év után sikeresen birkozott meg ezekkel a csapásokkal, és nagyon jó helyzetben vagyunk a rajtkőreálláshoz, amikor az új világ kinyílik, és azon pedig gyorsulva haladunk előre. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!